Két egyforma elektroszkópot kössünk össze szigetelő nyelű fénpálcával. Pozitívan töltött üvegruddal közelítsünk az egyik elektroszkóphoz, vigyázva arra, hogy töltés ne kerülhessen az elektroszkópok rendszerére. Ekkor mindkét elektroszkóp töltött állapotot jelez. Távolítsuk el a töltött testet, ekkor mindkét elektroszkóp elveszti töltését. A másik oldali elektroszkóphoz közelítve az üvegrudat ismét mindkét elektroszkóp töltött állapotot mutat. amennyiben még a megosztó töltés jelenlétében elvesszük az összekötő a töltés kiegyenlítődésre nem lesz mód, az elektroszkópok töltése változatlan marad. A pozitív megosztó töltés hatására a szemből baloldali elektroszkópban csökken, a jobb oldaliban nő az össztöltés. Fémes összeköttetés hatására a töltések kiegyenlítődnek. A ledes töltés minősítő segítségével meggyőződhetünk róla, hogy a pozitív megosztó töltés valóban a távoli elektroszkópon hoz létre piros fényt keltő pozitív töltést. A közelebbi elektroszkóp negatív töltését a kék szín mutatja.